Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió Mozaik című műsorát látják. 25 éves Magyarországon a polgárőrség. Az a szervezet, amely úgy vigyáz ránk, mint senki más tulajdonképpen a világban, hogy pontosan miről is van szó. Köszöntöm a Soproni Polgárőr Egyesület elnökét, Víg József Attilát itt a stúdióban. Tisztelettel köszöntöm a Sopron Televízió nézőit. Elnök úr, tulajdonképpen ugye mondtam, hogy úgy vigyáznak ránk a polgárőrök, mint a világban sehol máshol. Mit is kell ez alatt érteni? Ez valóban így van, ugyanis a magyar polgárőrség, az mondhatnánk azt, hogy hungarikum, sőt mondhatjuk is, mert a világon nagyon sok helyen van polgárőrség, de különböző feladatokkal, van ahol fegyveres testület, van ahol ilyen városrendészet, vagy ilyen jellegű térítéses, bizonyos kötelező jelleggel is, de olyan, mint a magyar polgárőrség, ahol az 56 ezer ember a szabad idejéből áldozva a közrend, közbiztonság óvása, védelme érdekében járőrszolgálatot teljesít, térítésmentesen, non-profitként, sőt most már törvényileg a rendőrség egyetlen stratégiai partnereként rendelt civil szervezet, ilyen nincs máshol a világon. Ugye ezek az emberek, mint említettük, a szabad idejükből áldoznak arra, hogy vigyázzanak a mi biztonságunkra. Most viszont már a 22. jubileumi országos polgárőr nap kerül megrendezésre, ahol a polgárőrség emberei összejönnek, beszélgetnek, valószínűleg tapasztalatcserék zajlanak, és erre nem egy zárt közösségbe kerül sor, hanem akár Sopron város lakosai is elmehetnek majd június 18-án a Lővér kempingbe. Na, akkor beszéljünk most erről az országos polgárőr napról. Igen, hát gyakorlatilag lehet, hogy kicsit zavaró, hogy 22. jubileumi országos polgárőr nap. Nem azért jubileumi, mert 22., hanem azért jubileumi, mert 25 éves, mint ahogy tetszett említeni, a magyar polgárőrség, aminek a nemző atya Kopácsi Sándor volt 25 évvel ezelőtt, akkor alakult meg Magyarországon, amikor visszatért Kopácsi Sándorról, ugye annyit kell tudni, hogy ő volt 1956-ban Budapest rendőrfőkapitánya, aki aztán később Kanadába emigrált, ott szerzett tapasztalatokat polgárőrséggel kapcsolatosan, és a rendszerváltás után hazatérve Magyarországon ő fogta össze, illetve szervezte meg, és indította el az Országos Polgárőr Szövetséget. Az első három évben még nem volt Országos Polgárőrnap, azóta viszont minden évben megrendezésre kerül, különböző helyszínen, ahol a jelentkezők közül az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége dönti el, hogy melyik legyen az a helyszín, amelyik jogot kap arra, hogy a tárgyévi Országos Polgárőr Napot megrendezze. A városvezetés hatékony közbejárásának és országgyűlési képviselőink aktív közreműködésének köszönhetően ebben az évben ezt a jubileumi eseményt Sopron, rendezési jogát Sopron város kapta meg. Én úgy gondolom, hogy erre a magam részéről nagyon büszke is vagyok, mindannyiunk nevében, hisz a Hűség városába a 25 éves polgárőrség legnagyobb demonstratív ünnepét megtartani. Ez egy, reméljük, hogy a tartalmával együtt mindenki számára egy örök emlékű élmény marad. Meséljünk akkor erről a polgárőr napról, hogy kell ezt elképzelni, kik lesznek a vendégek, milyen programok várják akár a polgárőröket, akár azokat, akik csak kilátogatnak erre a napra. A program összeállításánál igyekeztünk a székhelyünknek, tehát Sopronnak megfelelően helyi művészeket, illetve Sopronhoz kötődő szervezeteket, illetve egyesületeket bevonni. Gyakorlatilag az egész program az úgy áll össze, hogy a reggeli, tehát előző nap már a helyszínépítési munkálatok folynak, reggeltől folyamatosan egészen fél tízig körülbelül regisztráció az ország különböző részéből, közel 5000 polgárőrt várunk az előzetes bejelentkezések alapján. A helyszínre érkező polgárőr szervezetek regisztrációja, majd 10 órakor elkezdődik a program, először a polgárőr kitüntetésére kerül sor, és 11 órakor kezdődik a hivatalos megnyitó, ahol a városvezetés, tehát dr. Fodor Tamás, polgármester Filtli,
Mátyás országgyűlési képviselő, valamint Túrós András az Országos Polgáros Szövetséggel fog köszöntőt mondani, illetve ünnepi beszédet fog tartani dr. Pintér Sándor belügyminiszter. Majd a belügyminiszteri köszöntő után miniszteri kitüntetések átadására kerül sor, és innentől kezdődik a színpadi program. 17 órától a Lord koncerttel zárul a nap eseménye. De ezen túlmenően egésznapos programok lesznek, újraélesztési bemutató, autóklub bemutató, polgárőr felszerelések, gyermekjátszótér, szóval technikai bemutatója a Büntetés Végrehajtási Intézetnek, a ORFK, illetve a megyei rendőrfőkapitányság és a megyei polgárőrség technikai bemutatója, szóval sok-sok érdekességgel, egy közlekedés baleseti szimulációs bemutató, tehát rengeteg érdekességgel várjuk nem csak az ideérkező polgárőröket, hanem a város lakói közül az oda fellátogókat is. Aki esetleg szeretné megnézni részletesebben a programokat, hol érdemes kutakodni, ha jól tudom, akkor a polgárőrségnek van saját Facebook oldala is. Így igaz, azon túlmenően, tehát a Soproni Polgárőr Egyesület honlapján, a Polgárőr Rádió honlapján szintén, a Polgárőr Rádió naponta jelzi, hogy még ennyi van hátra, még annyi van hátra, és minden egyes napi előrejelzéséhez a Polgárőr Rádió még Soporon vonatkozású helyi kis videót is szolgáltat. A belépés egyébként ingyenes a polgárőrön? Térítésmentes, igen. Köszönöm szépen, ez egy fontos dolog lehet. Elnök úr, beszéljünk egy picit a Soproni Polgárőr Egyesületről. Ugye most már júniust írunk, ilyenkorra már elkészül minden kimutatás, hogy milyen volt az elmúlt esztendő. Milyen esztendőt zárt a Soproni Polgárőr Egyesület? Én azt hiszem, hogy azért is kettős jubileumi ez a országos polgárőr nap, mert azon túlmenően, hogy 25 éves a polgárőrség, a Soproni Polgárőr Egyesület idén volt 20 éves. Hát az elmúlt 20 év talán nem szerénytelenség, ha azt mondom, hogy töretlen fejlődést hozott. A városvezetés maximálisan támogatja a polgárőrséget. A tavalyi évben elindítottunk egy olyan programot polgármester úr kezdeményezésére, hogy úgynevezett mozgó járőr szolgálat, tehát a rendőrség és a polgárőrség közös járőr szolgálatokat lát el, a város gyalogos járőr szolgálatokat lát el a város frekventált területein. Ezzel a közös járőrrel gyakorlatilag megkettőzhető a vizuális jelenlét, hisz egy polgárőr, egy rendőr, egy másik polgárőr, másik rendőr, tehát egy időben több helyen tudunk megjelenni. A saját tapasztalatom, mert elég sok ilyen szolgálatot adok jó magam is, az, hogy a város lakói részéről pozitívak a visszajelzések, örülnek a jelenlétnek, biztonságérzet növelő jellege, tehát a polgármester úr javaslata az mindenképpen elérte a célját és előrelátó volt. Idén is folytatjuk természetesen. De ezen túlmenően a rendőrség valamennyi osztályával napi kapcsolatban vagyunk, sőt a város köztéri rendezvényei ma már elképzelhetetlenek a polgárőrség jelenléte nélkül. Jelentős részüket a rendőrség nélkül önállóan látjuk el a rendezvények biztosítását, de ide beletartoznak futóversenyek, kerékpár, túrák, minden egyéb, ami csak elképzelhetően zajlik a város programjaiban. Azt hiszem, mert tudom a kérdésemre a választ, de azért meg kell kérdeznem, van elegendő polgárőr, vagy van még bőségesen kiadó hely? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és erre azt tudom mondani, hogy én magam is, de azt hiszem rajtam kívül mind az 56 ezer polgárőr az országban, akkor lenne a legboldogabb, hogyha nem hogy hungarikum lenne a világon a magyar polgárőrség, hanem egyáltalán nem lenne a polgárőrség. Mert akkor az azt jelenteni, hogy olyan állapotok vannak ebben az országban, mint a Kánaán. Ugye erre sajnos nincs szó, tehát ennek kapcsán, miután 20 évvel ezelőtt, amikor még elkezdtük, akkor többen megkérdezték tőlem, hogy mit akarunk mi itt, hisz Sopron a nyugalom szigete, közrend, közbiztonság, minden rendben van, és akkor én úgy azt jeleztem vissza, hogy lehet, hogy ma így tűnik, de nem biztos, hogy ez így is lesz, vagy így fog maradni. Nagy esélye nem így fog maradni, hisz akkor már a jelzésértékű tapasztalatok jöttek az ország délkeleti, keleti, déli, északi részeiből, északkeleti részeiből, ami sajnos ugye begyűrűzött most már hozzánk is, tehát nem véletlenül nőtt meg az elmúlt egy-két évben több mint 10 000-rel a város lakossága. Nem azért, mert mi föltaláltuk a demográfiai robbanáshoz vezető utat,
hanem azért, mert az ország olyan területeiről költöztek ide nagyon sokan, akik úgy gondolták, hogy a jobb megélhetés vagy a biztonságosabb lét lehetőségeit adottabbak. Nyilván nem csak azokra gondolok, akik Ausztriában dolgoznak, mert ők a város közrend közbiztonságának a zavarásában nem igazán vesznek részt, hisz örülnek, hogyha beesnek az ágyba, amikor hazatérnek este a munkából, hogy másnap reggel újra tudjanak menni. De velük együtt ugye jöttek olyan csoportok is, akik úgy gondolták, hogy itt kolbászból van a kerítés, és itt aztán könnyen lehet más által megtermelt javakon keresztül érvényesülni. Na, ez a réteg nem igazán hiányzott, tehát az alapkérdésre visszatérve, én úgy gondolom, hogy minél többen lennénk, annál hatékonyabban tudnánk tevékenykedni. Én 500 embernek is tudnék a városba feladatot adni, annál is inkább, mert ugye akkor megvalósítható lenne az, hogy párokban, mert ugye egy polgárőr, nem polgárőr, tehát egy polgárőr járőr az minimum két fős, de mindenkinek csak a saját környékén, ahol lakik, abban pár utcába kéne hetente egyszer, kétszer, három, négy órás szolgálatba figyelni, azonnal kiszúrja, aki nem odavaló, aki újszerű, amíg a esetleg nem azon városrészben lakó aktív polgárőr járókra arra megy, nem vesz észre semmi újszerű, mert neki nem új, maximum az, ha valaki kifele mászik a kerítésen, akkor ugye feltételezi, hogy nem kint felejtette a kulcsát a tulajdonos. De ez a ritkább eset. Tehát a soproni emberek nagyon büszkék arra, hogy ők mennyire lokálpatrióták. Én nagyon-nagyon szívesen venném, ha ezt gyakorlatban is bizonyítanák, és nem csak elvárnák, és örömmel konstatálnák azt, hogy néhányan próbálunk, arányait tekintve a 65 ezeres városhoz, néhányan próbálunk a legjobb tudásunk szerint tenni a közrend közbiztonságért, hanem ők is ebbe lehetőségeik mértékében bekapcsolódnának. És akkor meg is ismerhetik természetesen a polgárőrség munkáját, hogyha kilátogatnak majd június 18-án a Lővér kempingbe, és akár lehet jelentkezni is ott, gondolom, a helyben. Minden hétfőn szeretettel várunk a Táncsicsuszi bázisunkon a rendőrségi objektumban. Minden hétfőn 4 és 6 óra között minden soproni tenni akarót szeretettel várunk. És akkor majd a Lővér kempingben is. Az meg természetesen a város valamennyi lakóját, nem csak aki polgárőr. Reméljük, hogy egy kis ízelítőt fognak kapni az országos polgárőrség légköréből, a polgárőrök munkájából. Köszönöm. És a polgárőrök számára biztosított technikai eszközök bemutatója is talán vonzóbbá teszi a programot. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, és minden sopronit szeretettel várunk június 18-án egész napos programunkon. Kedves nézőink, önöknek köszönöm a figyelmet, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!